A mi hazánk se a Gyurcsány Ferenc vezette balliberális ellenzék trágár és méltatlan viselkedésével nem tud azonosulni, de rossz válasznak tartjuk a Fidesz részéről azt a pökhendi és egyébként alaptörvényellenes javaslatot is, amely brutálisan korlátozná az ellenzéki képviselők jogait. Egyenlő mérceként a Mi Hazánk mozgalom azt javasolja, hogy töröljük el a mentelmi jogot, így minden képviselőnek az igazságszolgáltatás előtt kellene felelnie a cselekedeteiért. Harmadik utat képviselünk tehát ebben a kérdésben is. Mi Hazánk az egyetlen párt, amely a törvény előtti egyenlőségre szavaz a mentelmi jog eltörlésével. Egyértelműen alaptörvényellenes a Fidesz által beterjesztett törvényjavaslatban az, hogy lehetővé teszi, hogy mások helyett szavazzon egy képviselő. A mandátum ugyanis kizárólag az adott képviselőt illeti meg, senki mást, a szavazati jog átruházása pedig sérti az egyenlő mandátum elvét. Mindezek miatt az Alkotmánybírósághoz fordulunk, erre fogjuk kérni az összes országgyűlési képviselőt, hogy ezt támogassa, másrésztről pedig a köztársasági elnököt is, hogy amennyiben az országgyűlés mégis elfogadja ebben a formában ezt a szabályozást, akkor előzetes normakontrollra küldje az Alkotmánybírósághoz ezt. A Mi Hazánk mozgalom azt is megtiltene, hogy a bizottságokban a már most lehetővé tett gyakorlat megszűnjön, mert most is lehetőség az sajnos, hogy két kézzel szavaznak gyakran a képviselők, ott át lehet ruházni a szavazati jogot, mi ezt is megszüntetnénk. A rendzavarók szankcionálására tehát az lenne a megoldás, hogyha a mentelmi jogot eltörölnénk, így például a Hadházi Ákos által megvalósított garázdat cselekedeteknek valódi következményei lehetnének. A képviselői ellenőrzési jog súlyos csorbításának tartja a Mi Hazánk mozgalom azt, hogy ezután csak előre egyeztetett módon lehet intézményeket látogatni, ez teljesen kiüresíti ezt a jogintézményt. Szeretnénk azt, hogy a hétköznapokat tudjuk figyelembe venni, akár például egy gyermekotthon esetében, amelyekben én magam többször is látogatást tettem, és nem csupán protokolláris látogatásokra szeretnénk korlátozni a saját képviselői ellenőrző munkánkat. A mentelmi jog eltörlésével ki tudnánk egyébként azt is küszöbölni, hogy a házelnök részrehajló gyakorlata miatt igazságtalan büntetések szülessenek, hiszen érdekes módon kormánypárti képviselőket eddig még nem büntetett meg a házelnök.